Mit csinálnak? Síkvidéken éjjel. Sziasztok! Itt Pécs nyugati félpályás útlezárásról jelentkeznék be. Nem tudom, hogy van-e kép és hang egyelőre néző, az nem nagyon van, mondjuk a korai órára tekintettel ez nem is annyira meglepő. Tehát ez itt a pénteki utolsó pécsi lezárás. Hétvégén nem leterveztek a szervezők lezárást. Jövő hét hétfőn lesz egy tesztüzeme annak, hogy reggel hajnali 6-tól délután 4-ig itt a Cserkútnál, illetve a Pécs másik végén a gyárvárosi templom környékén utat, félpályás utat lezárjanak. Itt két sávos csak a 6-os út, tehát itt könnyebb dolga van a szervezőknek. A másik oldalon a város, másik oldalon 4 pályán megy a forgalom. Tehát itt... Laci! Akarsz egy pár szót szólni kamerába? Szólj a többieknek, hogyha valakinek vannak. Ez a lezárás, tehát 6-tól indult. Hát most mínusz 3 fok van. Itt Pécsen egyelőre még nem havazik, de egyébként előrejelzésben van szó arról, hogy majd lesz újra havazás. Kedden, szerdán ugye havazott a városban, legalább 10 centi hó lehullott. Szerdán fel is függesztették a blokkádot a szervezők baleset veszély miatt. Szia! Jó reggelt! Te vagy a leglelkesebb, nagyon kimeríthetetlenül lobogtatod a zászlót. Igen. A vendéged eljött egyébként, akit tegnap este mondtál, hogy... Vagy nem te mondtad, hogy várhatóan jönnek ilyen művészek, ilyesmik? Most fog érkezni az egyik nagyon kedves ismerősöm, a Szili Szabadító, és azért mer kijönni ide, úgyhogy meg fogok nyakodni. Jó, köszi szépen. Jó. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ami nagyon hiányzik Magyarországon, nyilván ezt mindenki, tehát nem mindenki tudja, az a polgár, az az állampolgár, aki pontosan tudja azt, hogy jogai és kötelességei vannak, kötelességei és, hogy mondjam, tehát elvárásai is lehetnek a közösség felé, és kötelességei is vannak a közösség felé. Ugyanakkor joga is van. Tehát az adófizető polgár, az állampolgár, a városlakó vagy a vidéklakó, az egyszerűen tudatosan tudja, hogy miket várhat el, és mik a jogai, ez nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik Magyarországon. Nem csak, hogy azért, mert van egy diktatúránk, van egy olyan autokráciánk, úgy tűnik egyelőre várhatatlan, hanem azért is, mert no, de hát mit is várunk, nem erre szocializálódtunk. Tehát most jön vissza az az 50 év kommunizmus, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, te soha ne legyél szószóló, te csak üljél meg a tömegben, ne legyen véleményed, majd mi itthon okosban megoldjuk. Hát ennek a levét visszük most egyelőre. Jó. Köszi szépen! Egy pártzászló is megjelent, egy jobbikos lobogó. Egyébként PDS és más szakszereleti zászlók vannak inkább túlsúlyban. Bár ez nem ennyire ilyen zászlós, lobogós demonstráció, kicsit csendesebb. Kicsit felsétálok így a blokkád elejére. Hát itt van egy csoportosulás, itt egy PDS. Most éppen a város fele engedték be a forgalmat, tehát most ezek a kamionok Pécs fele tartanak. Innen Cserkút tetőről. Egyébként itt nem nagyon van leágazó, ez egy olyan környék, amelyik hát inkább ilyen dűlő utakban és amúgy földutakban is, tehát előfordulnak ilyen egészen kicsi ösvényszerű utak bővelkedik, tehát nagyon nincs lehetőség lekanyarodni azoknak, akik idáig eljönnek.
Hát talán Cserkút fele van egy-két felkanyarodó sáv, illetve hát felkanyarodó út, de ezek nagyon nagy helyi ismeretet igényelnek, hogy ne fusson be az ember valami zsákutcába, vagy valami olyan helyre. Tehát persze ez a teherforgalomra nem érvényes, hiszen ezek a nagy teherautók képtelenek lennének ezeken az utakon. Sőt, hát tilos is nekik felkanyarodni, tehát nekik marad ez a lehetőség, hogy kivárják itt az 5 perces elengedés egyik, illetve másik irányba. A másik oldalon, Pécs keleti oldalán vannak lehetőségek, ott az autópálya még opció, tehát aki rajta marad, nem tudom ki emlékszik, hétfői bejelentkezésnél már elmeséltem, hogy Pécsnek az a jellegzetessége, hogy hosszabb az autópálya, mint a régi hatos út nyomvonala, egy jó 30-40 kilométerrel, tehát az a szokás, hogy Szekszárdnál lefokkanyarodik a forgalom nagy része a régi hatos útra, így aztán a régi hatos út megmaradt ilyen fő közlekedési fő érnek, és ezért aztán, aki az autópályán marad, mégis Szekszárdnál nem kanyarodik le, annak délről, mivel délről kerüli meg a várost az autópálya, délről meg tudja kerülni ezt a kordont, illetve a blokkádot, mármint a keleti, Pécs keleti blokkádot. A Mohácsi útra, ha valaki felkanyarodik, az még hát megszívhatja, mert azt hiszem, hogy a kordon az pont beljebb van egy kicsit. Tehát ott vannak ilyen főközlekedési utak még, amelyek jönnek délről, északról, tehát Kóló felül, illetve hát Villány és aztán Mohács felől, de az beljebb áll a Pécs keleti félpályás. Viszont ott négy sávos az út, tehát ott azért nehezebb a dolga a blokkádolóknak. Tehát itt most éppen váltás van, most a városból kifele fogják a forgalmat elengedni. Feltámad kicsit a szél, annyiban azért nem kellemes, hogy azért nincs valami meleg itt. Tegnap volt itt a város, vagy pont szakszerűforum, amelyen elhangzott az, hogy milyen lehetőségei vannak a szakszervezeteknek, és esetleg ezt meg tudjátok nézni a Mérce videói között. Tehát ez itt már a rendőrségi forgalomirányítás. Most egy kicsit kijebb is megyek itt. Itt van egy busz megálló. Utától a sor már, akik befele várakoznak. Bejussanak Pécsre. Most kiebb nem mennék, hanem haragszatok, mert elég hosszú ez a kocsisor, és lehet, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, hogyha itt kamerázok.
végül is ők nem demonstrálnak. Ha lesz idő, akkor megpróbálok a másik útlezárásról is egy rövid anzixot adni. Nem tudom, hogy mennyire lesz arra idő, mert azért nincs közel egymáshoz az a két útlezárás. Rendőrség dolgozóinak is egy kis üzenet. Lehet? Lehet. Jó reggelt. Sziasztok, Varga Vasa. Várjál, nem jó még, bocsánat. Élőzünk? Igen. Akkor szavasztok, sziasztok. 2019. január 25-e. Pécs Cserkuti leágazás. Nagyon hideg van, fúj a szél, de itt vagyunk. Szerintem sokan vagyunk itt, és azért vagyunk itt, hogy ti is felébredjetek, és észrevegyétek, hogy ez nélkületek nem fog menni. Ez csak együtt megy, mert együtt kell, hogy megtegyük, és csak együtt menni. Köszönöm. Jó. Megjött? Megjött. Oké. Okay. Na. Hello. Szia, szép jó reggelt. Tehát ő Frank Ildikó, színésznő. Igen. Valamikor a Szekszárdi Német Színház. Igen, ősidőkben. Még egy éve. Még egy éve? Igen, kávé. És most szabadúszó vagy. Igen, igen, igen. Mi hozott ki ide a félpályás útlezárása? A szolidaritás abszolút, hiszen nekem nincs munkahelyem, tehát engem közvetlenül nem érint ez a dolog, de azt gondolom, hogy tehát én nem egy olyan országban születtem, hát születni igen egy olyanban, de nem olyan országban nőttem föl, ahol nem volt szabad véleményt nyilvánítani, illetve hogyha szabad volt, a szabad is, akkor is az egyetlen fajta vélemény. Szeretném, hogyha meg lehessen mondani, mit gondolunk, nem épülnének magánbirodalmok azokból a pénzekből, amiket mi teszünk ebbe az országba, vagy ami a mi jól létünket építené, vagy illetné. Én ezért vagyok itt. Uh-huh. Nagyon jó. És úgy egyébként hogyan követed az eseményeket? Tehát... Hát igen, igyekszem. Szóval nagyon, ez a szabadúszó lét azért nem annyira egyszerű tész, tehát az ember szervez, rohangás, stb., de amikor tudom, akkor követem, persze. Jó, egy kicsit fázol, azt látom. Kicsit, de még nem annyira, mint ha két óra múlva fogok. Jó, hogy a végéig itt fogsz akkor lenni. Hát itt lennék, igen, ott terveztem. Jó, jó. Na, köszi szépen. Én köszönöm. Hallottátok, látátok? És... Most már eléggé kivilágosodott időközben, hát amennyire ezt a borult időt annak lehet tekinteni. Tehát itt Pécset ma 9-ig biztos, hogy lesz félpályás lezárás a város két pontján. Itt Cserkut tetőn ez a nyugati
és keleten pedig a gyárváros, nem messze a Zsolnai negyedtől egyébként, a gyárvárosi templomnál. Aztán hétfőn a szervezők próbálnak tesztelni egy hosszabb, közel félnapos lezárást, ez, ha minden igaz, reggel 6-tól délután 4-ig tartana. Ennek lesz hétfőn a tesztüzeme, de ha a tapasztalatok azt mutatják, hogy az érdeklődés nem olyan szintű, mivel itt már a héten volt is, mert egy elmaradt demonstráció, mondjuk ez így a hóhelyzetnek is betudható, tehát hogyha valami úgy tapasztalnak, hogy időjárás vagy egyéb okok miatt ezt nincs értelme fenntartani, akkor úgy is döntenek, hogy akkor ideiglenesen befejezik ezt a blokkádolást, de ha a hétfői nap nem a kedvezőtlen elvárásokat, hanem az optimizmust fogják erősíteni, akkor lehet, hogy belevágnak a jövő hetibe. Hát ugye eredetileg a jövő hét is végig a reggel 6 és délután 4 közötti blokkádokra volt kitalálva, tervezve. Természetesen itt elhangzanak néha olyan kommentek, hogy miért nem dolgoznak ezek emberek. Hát nagy részük ezeknek az embereknek azért jön ki ilyen korán, mert aztán megy a munkahelyére. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy örömükben vannak itt kint és fagyaskodnak a minuszokban. Ha szabad így a tudósítói neutralizmusból egy kicsit kiszólni. És hát persze a munkaügyi témában vannak kint, tehát mondhatni a munkahelyük. És a munkakörülményeik azok, amelyek ide kényszerítik, vagy hát ebbe a helyzetben, hogy itt demonstráljanak ezeknek az embereknek, tehát jó nagy része munkavállaló, tanár, mint hallottátok, még művész is van köztük. Most fizikai dolgozó, egyébként vannak még volt rendőrök is. És még pár zászlóval is vannak kint. Aki esetleg a blokkádban részt szeretne venni, akkor itt Pécsen a Vasas, illetve a Mindenki Pécsért mozgalomnak a Facebook oldalain tud jelentkezni, de egyébként simán be is állhat ide a sorba. Nem fogja senki kérdezni, hogy ki fia a borja. Örülnek a szervezők, hogyha valaki jön és cselekszik. De egyébként a Vasas, illetve a PDS a hivatalos szakszervezeti szervezője ennek a demonstrációnak. Ugye hát a PDS-nek és a Vasasnak van is már egy külön megállapodása. Ők már szombaton is egy demonstrációt szerveztek 19-én, és továbbiakban is egyeztetnek. A PDS-nek egyébként a követelései, sztrájkt követelései ma fognak lejárni, tehát ők beadtak a kormánynak egy 4, azt hiszem, vagy nem is tudom hány pontos, mert most már több ilyen követelésprogram is van. Tehát egy ilyen ultimátum szerűen, hogy tárgyaljanak a követeléseikről, ha nem jelöl ki a kormány egy tárgyalót, és nem fogadja be tárgyalási alapnak a követeléseiket, akkor a sztrájk előkészítés élesedik, tehát mindentől kezdve ugye törvény szerint akkor már legitim módon el lehet kezdeni a sztrájknak a megszervezését, ami hát persze egy hosszadalmas procedúra, de most ebben így nem mennék bele, annyira nem is ismerem a mostani rendelkezésnek a részleteit, de hát nem egyszerű. A dudálások ugye a támogatókat jelentik. Tehát ez itt most akkor a cserkuti-pécsi útlezárás. Körülbelül most én ennyit terveztem erre, annyira nem, ugye persze sokat most többet nem tudnék erről a dologról mondani sem, mutatni sem. Én megpróbálok majd a másikról is közvetíteni, ha időbe belefér, ezt nem tudom azért 100%-ig megígérni.
de a hétfői utolsó napon, ha utolsó lesz egyáltalán, akkor arra azért mindenképpen próbálok, és akkor már a város másik feléből. Talán ez itt a legszebb végszó. Köszönöm akkor a figyelmeteket Pécsről. Kövessétek továbbra is a Mércén az élő közvetítéseket, beszámolókat, cikkeket, és támogassátok is lehetőségeitek szerint a Mércét. Megköszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!